Kezdődik a tanítás a szerencsés osztályokban szaktanárral, de olyan is akad, ahol csak helyettesítéssel tudják megoldani. A 24.hu állította össze ezt a térképet, kékkel jelölték rajta azt a 180 települést, ahol szerintük tanárhiánnyal küzdenek. 2600 álláshirdetést találtak. Hogyha hiányzik egy tanár, a legtöbbször elmarad az óra, vagy olyan tanár helyettesít, aki nem szaktanár, tehát az óra így is kimarad, csak felügyeletet biztosítanak. Van, ahol lassan egy hónapja keresnek szaktanárt, ezt mesélte híradónknak múlt héten a Független Diák Parlament egyik képviselője. Rétvári Bence parlamenti államtitkárt ma egy kiállítás megnyitón kérdeztük. Szerinte a 2600 álláshirdetésnek a nagy részét már biztosan betöltötték, ezért a felmérés nem reprezentatív. Az államtitkár azt mondja, az elmúlt években népszerű lett a pedagógus képzés, így lesz utánpótlás, addig pedig meg kell oldani a helyettesítést. Az iskolai igazgatóknak a lehetősége, a hatásköre, a döntési kompetenciája megvan ahhoz, hogy ezekre az egyedi helyzetekre egyedi megoldást találjanak. De hogyha nincs jelentkező? Azért indítottunk be az ösztöni programokat, azért fontos, hogy növekszik a pedagógus pár jelentkezőknek a száma, hogy minél hamarabb, minél több jelentkező legyen ezekre az álláshelyekre is. És mit látnak, van? Azt látjuk, hogy megérte. Az általunk megkérdezett iskolaigazgató szerint viszont a tapasztalat nem ezt mutatja. Egy kezdőbére ugyanis arra sem elég, hogy egy albérletet kifizessen belőle. Az igazgatók azok rendkívül nehéz helyzetben vannak, semmi nincs a kezükben. Tehát az, hogy én most döntsek arról, hogy kit veszek föl, ez rendben van. De hogy milyen körülményeket, milyen fizetést, milyen esetleg kafetériát tudnék biztosítani, ez semmilyen szinten nincs a kezemben. Ez egy központi döntés. Az igazgató azt mondja, az ő iskolájukban 3 tanári állás jelenleg is betöltetlen. Ennyi jelentkezőik viszont összesen nem volt.